A találkozóra 6 vármegyei kórus érkezett, 3 Szekszárdról, 1-1 pedig Tolnáról, Kajdacsról és Nagydorogról. A Babicsmény Kulturális Központ nagyon-nagyon hosszú évek óta gazdája a korábbi nevén Bárdos Lajos kórus találkozónak. Ennek egy 1977-re visszanyúló történelme, hagyománya van, és Tolna megye mindig is ékeskedett ennek a kórus találkozónak a megszervezésében. Ettől az évtől kezdve Tolna vármegyei kórus találkozó néven hirdetjük meg. Nagyon fontos ez az esemény mindig Szekszárd zenei életében is, hiszen komoly zenei, egyházi és olyan klasszikus művek is megszólalnak, amelyeket más rendezvényeken nem biztos, hogy az érdeklődők hallhatnak. Ez egy kiváló felkészülés is mindig az országos minősítő versenyekre, és ennek egyik oszlopos szervezője, Naszladi Judit, az intézményünkkel összefogásban tényleg hosszú-hosszú évek óta egyfajta kiváló minősítést elért rendezvényként is szervezi. Én azt gondolom, hogy a most ideérkező kórusok, mint ahogy a korábbi években is, megint egy nagyon színvonalas, és kórusuk produkcióiból a legkiválóbb műveket felvonultató műsort fognak adni. Mi nagyon nagy örömmel adunk ennek helyet, és az, hogy most a Hári János Mesefesztivál keretében így nem csak a gyermekek, hanem a komoly zene rajongó is találnak maguknak egy műsort, én azt gondolom, ez még fényezi ennek a hétvégének a rendkívül gazdag programját. Fontos kiemelni, hogy a kórus találkozó nem versenyjellegű. Ez ünnepe azoknak az együtteseknek, melyek szívesen művelik az éneklést, és az a hallgatósági, akik ezt érdeklődéssel befogadják. A Gárdonyi Zoltán református együttes az idén 30 éves, Karnagyuk Naszladi Judit. A Bárdos Lajos zenei hetek egy olyan széles tömegeket megmozgató rendezvény, amelynek alapbázisa Tolna vármegye volt. Szekszárd aztán máshol is megrendezték több alkalommal. Megszűnt az alapítvány a tagoknak a korosodása miatt, és ilyenkor van lehetőség arra, hogy a megyében működő kórusok találkozzanak, beszélgessenek, egymástól tapasztalatokat cseréljenek. Ez egy kiváló alkalom, lehetőség, és nagyon jó, hogy visszakerült Szekszárdra nemes kezdeményezés. A kóruséneklés, mint műfaj renoméját és népszerűségét az oktatási rendszeren belül is szükséges volna növelni, mondja a karnagy. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem biztos, hogy a mai világ ennek kedvez. Talán ott kellene kezdeni, hogy az általános iskolákba kellenének kórusok, hogy a gyerekek szívesebben énekeljenek, és akkor már megelőzöm azt, hogy talán magasabb óraszám kellene. Most már az új nemzeti alaptanterv szerint csak 5. osztályban, de heti 2 óra van, az összes többiben heti 1, de vannak olyanok, akik nemzetiségi nyelvet tanulnak, és az előrébb való, mint Kodály országában az ének, és azok 2 hetente találkoznak csak az énektanárral, márta egyáltalán énektanár is van. Tehát az, hogy alkalmanként működik egy kórus, ez nagyon nehéz. Van rá Szekszárdon példa, a Garai János általános iskolában működik alkalmi kórus, alkalmi jelleggel. Például nagyon szívesen énekelnek a gyerekek citera kísérettel népdalokat, minősülnek is, de az általános iskolákban ez nem jellemző, sajnos Szekszárdon sem. És ezt onnan tudom határozottan mondani, hogy újjáélesztettem 2017 óta az éneklő ifjúság mozgalmat, és nagy volt rá a várakozás, nagyon sok kórus jelentkezett, nem csak Szekszárdról, nem csak Tolna megyéből, hanem a szomszédos megyékből. Nincsen lehetőség, nincsen a kórusoknak, nem csak a felnőttnek, a diákkórusoknak sincsen, nem mindenkinek van lehetősége. Amikor abban gondolkodtak, hogy ezt a Bárdos Lajos zenei heteket és a Tolna vármegyei kórus találkozót folytassák, akkor abból a célból is gondolták ezt a szervezők, hogy akik nem olyan kórusok, hogy versenyeken indulnak, vagy pedig nincs olyan sok alkalmuk meg tudjanak mutatkozni. Ahhoz, hogy egy kórus utazzon, ahhoz, hogy összetartsuk, hogy szólistát foglalkoztassunk, hogy zenészeket, alkalmanként orgonaművészt, vagy esetleg egy nagyon jó zongoratanárt, vagy
vonos négyest, ahhoz mind pénz kell, ahhoz pályázni kell, tehát ennek van egy becenatúrája, tehát a kórusoknak jó, hogyha civil szervezetek. Ez nagyon nehéz dolog, és a stabil háttérnek a biztosítása is, tehát akikkel együtt tudunk dolgozni. Csetenyi László számára mindig nagy öröm, amikor az éneklés, kórus éneklés kerül előtérbe Szekszárdon. Azt azért tudni kell, hogy a városon belül is óriási kultúrája van és hagyománya. Az éneklése azon belül az énekzene oktatásának természetesen és a kórus éneklésnek. Hogyha belegondolunk, az elmúlt évtizedekben jócskán voltak, vagy születtek és dolgoztak olyan szekszárdi kórusok, amelyek az éneklést Kodály országában azt gondolom olyan szintre, színvonalra emelték, amelyik nem csak szekszárdi rendezvényeken, vagy éppenséggel kórus találkozókon, versenyeken állták meg a helyüket, hanem országos kórus minősítő versenyeken, vagy akár, hogyha csak mondjuk a szekszárdi madrigál kórusra én gondolok, amelyiknek én is néhány évig az énekes tagja lehettem, akkor ugye nemzetközi fellépéseken is helytáltak, és ezzel is öregbítették szekszárd hírnevét. Az éneklést én személyesen is nagyon fontosnak tartom, a kórus éneklésnek pedig van egy olyan plusz bája, hatása, közösség alakító és személyiség formáló hatása, amelyiket, aki nem próbálta ki, azt lehet, hogy nehéz meggyőzni, de akik ez a dolog behúzott egy kicsit kékrés, és részt vett benne, és énekelt együtt emberekkel egy ilyen közös énekes közösségben, az tudja, hogy miről beszélek. Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban is, hogyha a Gajárdára gondolok, vagy akár az újra a Hamvaiból föléledni látszó szekszárdi pedagógus kórusra gondolok, vagy ne egy Isten a Gárdonyi Zoltán református kórusra, de a Gari János gimnáziumban működő elképesztően aktív kórusra, és persze az általam már említett szekszárdi madrigál kórusra, amelyik talán a legnívósabb vagy legpatinásabb kórus, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen helyet és lehetőséget kell adni a találkozásra. És a kórus találkozón részt vett Pintér Gabriella ének és Lozsányi Tamás orgonaművész is.